Köszöntöm Önöket, ez itt a Nagyváros, benne a Debreceni Egyetemmel, amely szerves részét képezi a civis városnak. Kezdetei az ősi református kollégiumban gyökereznek, és ma már egy nemzetközileg is elismert hatalmas egyetem, tulajdonképpen város a városban. Hogy milyen hatással van az egyetem Debrecenre, mint a dinamikusan fejlődő nagyvárosra, erről fogunk most beszélgetni Bács Zoltánnál, a Debreceni Egyetem kancellárjával. Köszöntöm a stúdiumban. Köszönöm a meghívást. Ha az egyetemre és Debrecenre gondolok, nekem az első, ami beugrik, leginkább szembeötlő, az az, hogy fiatalosabbá teszi a várost. Azzal, hogy az egyetemisták révén arányaiban jóval több 20 éves fiatal van itt Debrecenben, mint a teljes népességet tekintve. Ön hogy látja, milyen hatással vannak az egyetemisták azzal, hogy itt élnek velünk Debrecenben? Milyen hatással vannak a városra, akár a lakáspiacra is, akár a munkaerőpiacra, hiszen egyetemistaként is megjelennek a munkaerőpiacon, vagy éppen a szolgáltatások kínálatára? Azt gondolom, hogy az igaz, hogy ha nem lenne itt a Debrecen Egyetem, a Debrecen más város lenne, mint vele együtt, és hát nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy Debrecen egy iskolaváros, 70 ezer különböző szintű oktatásba járó gyerekkel, fiatal felnőttel, és hát nyilván ebben a Debrecen Egyetemnek óriási szerepe van, hiszen a hallgatói létszáma meghaladja a 30 ezeret, ha a dolgozókat vesszük, még hozzá az plusz 12 ezer ember, és ha még az egyetem által fenntartott iskolákba, óvodákba járókat, akkor az még 3500 körüli gyerek, úgyhogy ez, ez egy óriási szám, 45-46 ezer egyetemi polgár, amelyen belül legjelentősebb réteget a 18-25 évesek képezik, és nyilván ez óriási hatással van a város, tehát 30 ezer ember az nagyon nagyon sok, tehát városnyi emberről beszélünk, amely alapvetően meghatározza a szolgáltatási igényeket is, és az, hogy ennek a hallgatói létszámnak jelentős része nem debreceni, sőt külföldi, és olyan külföldi hallgatók, akik túlnyomó részt nem egy pár hónapra jönnek ide mondjuk Erasmus programmal, hanem éveken keresztül itt laknak, itt élnek, itt végzik a teljes képzésüket. Ma már ugye több mint 7000 ezeren vannak. Őnekik csak egy kis részük tud kollégiumba lakni, és nyilván a többiek pedig az albérleti piacon találnak lakhatást. Éppen ezért az egyetem környékén már évek óta nagyon nehéz albérletet találni, és ennek is köze van ahhoz, hogy a Debrecen ingatlan árak, albérleti árak igen magasak országos szinten is, amit ugye nyilván az ingatlanpiaci terhelés tovább fogja növelni a most meginduló betelepülő cégeknek a, a dolgozói nyomása. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ugyanúgy, hogy a városnak, az egyetemnek is szüksége van ingatlan fejlesztésekre, és nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a Lakhatási körülmények egyáltalán meglegyenek, lehetőleg az egyetem környékén is meglegyenek, mert ennek óriási hatása van. Nyilván a szolgáltatók is érzik azt, hogy a, nem csak a boltokban, hanem a közlekedésben, a taxisoknál, a, a különböző más szolgáltatóknál megjelenik ez a réteg. Különösen a külföldiek, ugye, mint gyakorlatilag itt élők, távolóktól otthon levők mindent itt vesznek igénybe, mindent itt vásárolnak meg, ami egy, hát egy korábbi felmérésünk szerint is több 10 milliárd forint megbuzdulását jelenti Debrecenben. Ma már ez valószínű, hogy még több most készülünk megfrissíteni azt a 10 évvel ezelőtti felmérésünket, ami részben az egyetemen csapódik le tandi önköltség formájában, részben pedig az albérleti piacon, a közlekedési piacon, az éttermekben, a boltokban és nagyon sok helyen, ami egy emberi élethez szükséges, úgyhogy azt hiszem, hogy valóban igaz, hogy meghatározza Debrecen arculatát ez a fiatal közösség, és egyben egy olyan dinamikus arculatot is ad a városnak, ami, ami segíti a befektetői döntéseket. Nem csak ez a dinamizmus, hanem az, hogy itt van nagyon komoly oktatás az óvodától a felsőoktatásig, nagy létszámú diák és hallgató van a városban, amire lehet építeni. Nyilván az oktatási programokat igazítani kell a piaci igényekhez néha kancellár említette ugye a gazdaságot, a beruházásokat, az ide települő cégeket, akkor most beszéljünk is egy kicsit erről a gazdasági oldalról. Ha a Debreceni Egyetemről beszélünk, akkor tulajdonképpen több is, mint egy egyetem. Nekem, vagy számomra a legjobb példa erre, vagy a legjobb jelzés az, hogy önöknél kétszer kezdődik az éve egyrészt a tanévkezdés és a gazdasági évintitú, gondolom ez nem véletlen. Nem véletlen, igen. Az egyetem egészen az integráció óta, ami a legújabbkori integráció 2000-et értjük alatt, Ugye a debreceni felsőoktatási intézmények tömörültek egy intézménybe, kivéve a Református Tudományi Egyetem, de ő is, mint partner, akkor is és azóta is szoros együttműködésben van velünk és mi velük. És már akkor elkezdődött egy olyan folyamat, hogy az egyetem az több legyen, mint iskola. Olyan iskola, ahol oktatás folyik, persze egyetemként tudományos munka is folyik, és hát nyilván a betegellátás az orvosképzés kapcsán évszázados hagyományokkal rendelkezik az egyetemen belül. De ugye láttuk azt, hogy a rendszerváltást követően, tíz évvel, kinyílnak már olyan gondolatok és olyan lehetőségek is, amerre az egyetemnek el lehet és el kell mozdulni. Nyilván a, a, törvényi lehetőségek, mint költségvetési intézmény elég ö, kötöttek voltak, de már mi akkor elkezdtünk különböző vállalatokat alapítani, akkor még kormányengedéllyel, <kül> Utána változott 2006-tól a törvény, utána már ö, magunktól is alapíthattunk. 2013-14-től ez még további lehetőségeket kapott, és a Debreceni Egyetem a magyar felsőoktatásban elég egyedülálló módon egy olyan vállalati infrastruktúrát fejlesztett ki maga mellett, maga mögött, amely lehetővé teszi azt, hogy most a jogi működési modellváltáskor egy másik startvonalról induljunk, mint a többiek. Jelenleg 35 vállalatban van különböző részesedése az egyetemnek. Részben olyan cégekben, akik az egyetem működését segítik, és profiltiszta módon egy-egy területtel foglalkoznak részben olyan vállalatok, amelyek spin-off startup, az egyetemi világhoz kötődő tudást próbálják meg hasznosítani a piacon. És ma már vannak olyanok is, amelyek közös kutatófejlesztő cégek, piaci vállalatokkal, és azt gondoljuk, hogy a betelepülő cégek kezdeti igényét, amely nyilván az oktatásra és a munkaerő utánpótlásra irányul, ki fogjuk tudni közösen egészíteni olyan irányokkal is, ami az ő működésüket kutatás, újítás, innováció terén segíti, vagy ők segítik a, a mi munkánkat. És hát nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a Debrecen Egyetemnek volt már 2001-től az első ipari parkja Magyarországon, ami akkor 25 hektár volt, ma már 75 hektáros. Kezdetben eladott az egyetem területeket belőle, és ugye oda betelepült a, a ott lévő két cég. Az egyik rugógyárt, a másik pedig telefonos szolgáltatást nyújt. A további területeken viszont, ami a túlnyomó része a, a parknak, ott az egyetem maga csinál olyan beruházásokat, amelyet vagy maga, vagy társakkal, partnerekkel együtt működtet piaci alapon. Ennek az első eleme az innovációs központ, amely hogy a tavalyi évben készült, el, jelenleg folyik három beruházás, a pilot üzem, a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Gyógyszerész Tudományi Kar egy középüzemmel együtt, és hát megvannak a további terveink, tehát abszolút kinyitotta magát az egyetem az oktatáson és a kutatáson, meg a hagyományos betegellátáson túl egy olyan piaci irányba is, ami Amerikába teljesen bevett szokás, Nyugat-Európában is vannak rá példák, Sajnos a volt szocialista országokból is előttünk tartanak a lengyelek is, meg a csehek is, de Magyarországon, a Rebrecen Egyetemnek van most a startvonalnál a legnagyobb esélye, hogy nagyobb léptekkel megpróbálja utolérni ezeket a példákat, <kül> és, és azt gondolom, hogy a, az egyetemnek ez lesz egy új kitörés irány a következő tíz évben. Beszéljünk arról, ami alapvetően az egyetem ugye az oktatás, vagy ha úgy tetszik, tudásközpont, ezt gyakran szoktuk hallani, mondani. Ön hogyan tudná megfogalmazni, hogy az egyetem milyen jellegben tudásközpont nekem? Az jut eszembe erről, hogy oktatók, kutatók, sőt, kutatók generációk élnek, dolgoznak az egyetemen, fiatal, tehetséges egyetemisták, friss diplomások, tovább tanulók, mesterképzésen egyéb formában. Szóval hogy áll össze ez a tudós közösség tulajdonképpen az egyetemen? Hogyan lesz ebből egyetemi polgárság? Azt kell tudni a Debreceni Egyetemről, hogy Magyarországon a legszélesebb képzési és tudományos spektrummal rendelkezik. Gyakorlatilag minden <kül> előfordul ez megmutatkozik a képzési kínálatunkban a szakokon is megmutatkozik a kutatási irányokban és a kutatócsoportok munkájában megmutatkozik abban is hogy ez a sok irány néha szét tart ugyanakkor az utóbbi 8-10 évben jelentős erőfeszítéseket tett arra az egyetem és ennek nagyon nagy eredményei is vannak hogy ezek a széttartó irányok össze is kapcsolódjanak, és egy irányba is bizonyos területeken segítsék egymást. Tehát egy olyan multidisziplinaritás van az egyetemen nálunk, ami kevés egyetemen tud meglenni, az univerzitás jellegű egyetemeken igen, ilyen a miénk is, tehát nem szakegyetemként működünk, és éppen ez új lehetőségeket is hoz. Nyilván a tudásközpont abból is ered, hogy egy koncentrált tudás van az egyetemen ebben a sok irányútságban, amit az oktatásban is hasznosítunk, és hasznosítunk a kutatásokban, hasznosítunk a vállalatokkal, a piaccal való együttműködésben is és azt nem szabad elfelejteni, hogy itt a humán erőforrásnak van a legnagyobb szerepe. Tehát lehet épületeket építeni, lehet gépeket venni, modern berendezéseket, azok segítik a munkánkat, segítik a kutatók, oktatók munkáját, de alapvetően az az emberi erőforrás az, amire egy felsőoktatás tud alapozódni, amit a Debreceni Egyetemen megvan. Beszélünk mostanában ugye a mesterséges intelligenciáról, hogy mi mindent fog kiváltani. Arra kell törekednünk, hogy nyilván a technológiai fejlődéssel az elmúlt évszázadokban is sok emberi munka váltódott ki, úgymond, és hasznosította az ember az idejét jobban. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia is ilyen irányban fogja segíteni a munkánkat fogja segíteni a hallgatókét is, és lehet kihasználni jó, és lehet kihasználni rosszabb dolgokra. Mi arra törekszünk, hogy, hogy ezek a jó irányba menjenek, és azt gondolom, hogy a jelenléti oktatás, a jelenléti vizsgáztatás, az nagyon fontos lesz a jövőben is, talán egyre fontosabb, pontosan azért is, mert... Ö, ugye a Covid-ban is azt láttuk, a Covid bezártság idején úgy mondt, hogy az otthon végzett ö, Munkák idején az elidegenedés az jelentősebbé vált, és hát vállalatok is mondják, hogy mint az óvodába a COVID után vissza kellett szoktatni a homofizmust az embereket, és nem csak azért, mert nem, nem tudott kényelmes ruhában egész nap otthon dolgozni, azért is, mert nehezebben viselték el egymást a, a, a munkahelyen. A, ahhoz pedig, hogy a szociális érzékenység és a, szociális kapcsolatok meglegyenek, egy egyetem pont jó hely a képzés során, hogy kialakuljanak ezek a kapcsolatok. A tudásközpont témakörre <coughs> visszatérve, nyilván ahol 12 000 dolgozó, abból közel 2000 oktató, tudományosan felkészült ember van, az nem tud más lenni, csak tudásközpont. És a humán erőforrás fontosságára még egy gondolat erejéig, hogy azért mire egy egyetemi oktató mondjuk alkalmassá válik arra, hogy szakvezető legyen, tantárgyfelelős legyen, meg legyenek a megfelelő akkreditációs minősítései, az még az egyetemi diploma után körülbelül tíz év. Tehát mire valakiből egy Kész ö, oktató van az egyetem megkezdésétől kezdve, mondjuk a doktori képzést is figyelembe véve azért hát több mint 15 év, mire docens vagy egyetemi tanár tud lenni az átlagban azért 15-20 év, és ez a, ez a humán erőforrás nem pótolható. Tehát <kül> vigyáznunk kell rá, mert kevés van belőle, és nehezen is változtatnak helyet a világban is, meg Magyarországon is. Ezért az utánpótlás nevelés nagyon fontos az egyetemek számára, és a Debrecen Egyetem abban is különleges, hogy 24 doktoriskolában 1300 doktori hallgatója van, ezek közül vannak külföldiek is, meg vannak hazaiak, és nyilván ebből tudjuk biztosítani a jövő utánpótlását, ami a nagy számok mellett sem könnyű azért a szellemítőke, tehát érték és érték is marad a Debrecenben és a Debreceni Egyetemen. Az egyetem kapcsán külön érdemes beszélnünk az egészségügyi szolgáltatásokról, a klinikai központ. Minden Debreceni időről időre megfordul a klinikákon, de talán nem mindig tudjuk, hogy mégis milyen színvonalú az az egészségügyi ellátás, amihez mi itt Debrecenben hozzáférünk. Talán csak akkor döbbenünk rá erre, személyes példája mindenkinek van szerintem, amikor az ország másik végéből egy rokon, egy ismerős ide jön Debrecenbe gyógykezelésre, és akkor jön rá egy átlag Debreceni, hogy tulajdonképpen itt egyedülálló egészségügyi szolgáltatási rendszer működik. Igen, hát ugyanúgy, hogy a az egyetemről magáról elmondjuk ezt a, a sok irányú felkészültséget, a egyetemen belül működő rendszerő és egyben tudományos oktatási rendszerről is elmondható ugyanez az orvostudomány különböző ágait figyelembe véve. Ma olyan helyzet van, amikor Debrecenben és rövidesen Hajdúbihar megyében is a Berettyói falovi kórház integrációjával. Gyakorlatilag a fekvőbeteg ellátása az csak az egyetemen belül van és a Debreceni járóbetegellátás is az egyetem keretében, július 1-től a védőnői szolgálat, a teljes, a Debrecenin kívül a teljes megyei is az egyetem keretében működik, azaz egy olyan gigantikus betegelátó rendszer van a megyében az egyetemen belül, ami önmagában méretében is nagy. Hogyha a szakmákat nézzük, akkor bizony van jó néhány olyan, ami országosan is olyan ellátást tesz lehetővé, vagy az esz rendelkezésre álló eszközök miatt, és emellett az orvos kollégák tudása miatt, hogy az ország bármelyik részéből ide jönnek, mert van olyan is, ahol, amiben csak itt van ellátás az egész országban, és hát határon túlról is többen igénybe veszik ezt. Az egészségügyben is nagyon fontos a humán erőforrás, itt a jövőben számítunk még a mesterséges intelligencia adatgyűjtő, adatelemző munkájára is, hogy a kollégáknak a döntéseit tudja segíteni akár a képalkotó eljárásoknak a diagnosztizálásában, akár pedig egy-egy betegséggel kapcsolatos döntések meghozatalában és hát büszkék lehetünk arra, hogy nagyon felkészült orvos tímek állnak rendelkezésre, és hát nyilván a betegellátásnak a... Ráfordításai azok bármennyit elbírnának. Tehát, ha kétszer ennyi lenne a finanszírozás, akkor is tudnánk azt mondani, hogy kevés, mert még jobb eszközök és még jobb lehetőségek is lennének a, a világban. Én azt hiszem, hogy a mai magyar körülményekhez képest a Debreceny betegellátás az kiemelkedő. A sok elégedetlenség ellenére is, mert vannak ilyenek is, vannak akik hát panaszkodnak, vagy nem tartják jónak, de aztán ha máshova kerülnek, rögtön más véleményük van, és hát nyilván bennünket is sújt néhány területen a szakember hiánya és a szakembereknek a fáradtsága, ami az ők is emberek, tehát ezt tudomásul kell vennünk. Most térjünk egy picit az egyetem és a kultúra kapcsolatára. A, a kultúra milyen funkciót tölt be az egyetem életébe. Ugye hát, koncertek, tálatok, széni előadások, meg persze meg zenei képzés, de egyáltalán az egyetem életében mit jelent a kultúra. Ugyanazt, amit egy társadalom életébe, úgy általában. Tehát emberek vagyunk, nem, nem gépek, akik reggeltől estig dolgoznak, alszanak, felkelnek, dolgoznak, és ezt majd a robotok is meg tudják csinálni, meg már meg tudják csinálni. <kül> Nekik nincs igényük színházra, nincs igényük sporteseményekre, nincs igényük társadalmi, közösségi életre, de az embereknek megvan. Az egyetem egy nagy közösség, mint említettem, több mint 45 ezer egyetemi polgárról beszélünk, akiknek a nagy része itt van Debrecenben, mert ne feledkezzünk meg róla, hogy azért Nyíregyházán, Szolnokon, Hajdúböszörményben és más városokban is ö, ott van a Debrecen Egyetem, de a legnagyobb közösség itt van Debrecenben, és mivel az emberi igény ö, az kiterjed erre, és az egyetem mindig is figyelt arra, hogy legyenek kulturális lehetőségek is. Az utóbbi 10-15 évben talán még jobban figyelünk rá, Pontosan azért, mert az integráció után nem sokkal, a 2000-es évek közepén felismertük azt, hogy olyan sokrétű, sok irányútságú az egyetem közössége, hogy kellenek valamilyen események, témák, ami köré közösen szerveződünk. Teljesen mindegy, hogy milyen szakterületen van valaki, közgazdász, mérnök, orvos vagy fizikus. Ugye, mint ember közösen érdeklődik mindenki a kultúra és a sport iránt is, és mind a két területet tulajdonképpen ezért kezdtük el kiemelten kezelni. Nem beszélve arról, hogy a hallgatói szinten ott pedig. Az egyetemnek ide kell csábítani a hallgatókat. Ugye, mint mondtam, nagyon sokan vannak külföldről, nagyon sokan vannak Magyarország más részeiről, nem Debrecenből, és versenyeznünk kell akár a fővárossal is, hogy a Debreceni Egyetemet válasszák a képzésük helyszínéjű. És amikor a fiatalok választanak, akkor ők nem csak szakot választanak, hanem helyet is, életkörülményeket is, lehetőségeket is. Először az egyetemi évekre gondolva, és utána majd csak a Későbbi megélhetésre, és ebben e, kiemelkedő lehetőségeket akartunk teremteni. Ezért készült már a 90-es évek második felében a Lovarda, aztán a Kazáház, aztán a Klinikamozi, aztán a, a nagy Erdely stadionban hal, az Unifit, és tehát ezek. Tulajdonképpen egy felépített rendszerfejlesztésnek a részei, amiben az egyetem a biztonságossági körülményeket is figyelembe akarta venni, hogy a falain belül tudja ezeket működtetni. És hát aztán jött a sport, ami egy másik terület, de tulajdonképpen ugyanebből a gondolatból fakadóan, és vissza is igazolják a hallgatók nagyon sokszor, hogy miért választottak mondjuk két-három egyetem közül, és, és miért a Debreceni Egyetem mellett tették le a voksukat, amellett, hogy nagyon jó képzéseket tudnak kapni. És ha már a sportról beszélünk, akkor ugye nem csak uh, infrastruktúráról, csalnakokról, egyéb lehetőségekről, hanem magáról a sport egyesületről is beszélünk el. Ugye a klasszikus egyetemi sportegyesületből egy tényleg multisport klubbá vált a DEAC. Ez is egy szerves építkezés része. Igen, az előző gondolatból eredően, az is a 2000-es évek közepéhez kötődik, amikor leraktunk egy sportkoncepciót az akkori egyetemi vezetés elé, akik egyből támogatták. Ez tulajdonképpen már akkor abból állt, és egy táblázatból össze foglalható volt, amit, amit ma már láthatunk, és még nincsen vége, tehát még, még vannak terveink, de az elmúlt tizen. 5-17 évben gyakorlatilag a semmiből egy megyei futballcsapatot vegetáltató deacból Magyarország egyik legnagyobb klubja lett létszámában, szakosztályaiban. Azt mondhatom, hogy eredményességben is óriásit léptünk előre, hiszen magyar bajnoki címek, kupagyőzelmek, csapatsportágokban kerültek a Deac vitrinjébe. És bármilyen sportágban bajnoki címet nyerni, különösen az egy óriási teljesítmény, hiszen mindig vannak versenytársak, akik ugyanazt szeretnék elérni. Úgyhogy büszkék vagyunk a deac csapatára, ugye ez több szervezetből álló hát. tulajdonképpen hálózat, ami deac néven szerepel. De hát ugyanilyen fontos nekünk a DVSC is hiszen Pallagon a Labdarúgó Akadémia helyét, ami 2013-ban lett feladat, felavatva, az 2009-ben biztosította az egyetem erre a célra, és az mai napig is az egyetem tulajdonában van mint terület, a felépítmény pedig a Labdarúgó Akadémia egyik cége tulajdonában. Ez a Balásházi középiskolának a várostól való fenntartásba átvétele idejére datálódik, és hát a Magában a Labdarúgó Akadémia cégben is tulajdonos az Egyetem, és hát a, a DEAC pedig e, működésileg is össze van hangolva a DVSC-vel, hiszen annak idején mi ezt e, nagyon komolyan kidolgoztuk, hogy a, a futballt és a női kézelabdát viszi a DVSC, és a többi sportákban megpróbál az Egyetem e, ott lenni a háttérben, és azt hiszem, hogy ez, a, ez elég jól sikerült, hiszen a jégkorong, a kosárlabda, a futszál női férfi változata, a DVSC-nek hátteret nyújtó és a jövőben reméljük még szorosabb kapcsolattá váló nagypályás foci, és hát a 32 szakosztályt most nem sorolnám fel, még a röplabdát igen, mert ők is nagyon szép eredményeket hoznak különösen az utóbbi időszakban. Meg a férfi kézelabdának is van helye. Tehát én azt gondolom, hogy a várossal, városvezetéssel együtt egy olyan rendszert sikerült ebben is kiépítenünk, ami nem látható máshol az országban sehol. Végezetül egy személyes kérdés. Azt hiszem, aki már valaha volt Loki vagy Deac meccsen, találkozhatott önnel a lelátón. Sportrajongó, nem titkoltam. Honnan jön ez a sport szeretet? Így alakult. De, ugye, bár az 54 évemből 51 et Debrecenben laktam, de a születésemkor éppen a, Budapesten a sportkórházban sikerült a édesanyámnak lenni, úgyhogy lehet, hogy ott, de valójában nagybátyám kezdett el kiordani a 70-es években a, a meccsekre, a szomszédunk volt a, a akkori csapatból a Vaclavik Ferenc, úgy, úgy, úgy megtetszett, és először a gyerekként, utána, utána Loki B -közép tagjaként hosszú időn keresztül bejártuk az országot és, és Európát, akkor mi még nem útrák voltunk, hanem béközepesek. E, aztán ez úgy átalakult, és, és, a sport szeretet az ilyen rendszer szervezésé alakult. át. ez a, a DVSC mellett a Deacot is ugyanúgy e, szeretem, meg olyan sportágakat is, amit korábban nem, akkor sárlabdár kifejezetten nem szerettem korábban, de ma már nagyon me e, megéreztem a, a milliójét. És én mindig közösséget, mindig, mindig barátokat, és mindig e, jó társaságot találtam a, a sport mellett, ugyanúgy, amikor e, csak szurkolóként, és ugyanúgy, amikor építkezőként e, vettem részben, benne, úgyhogy nekem ez egy olyan sikerterület. Kancellár úr, köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt volt velünk, velünk és elmondta mindazt, amit gondol a Debreceni Egyetem hatásáról a városra, egyáltalán az egyetem belső működéséről. Talán ez segíthetett a nézőknek is jobban megérteni, hogy hogy működik egy nagyváros benne egy nagy egyetemmel. Még egyszer köszönöm, hogy eljött, önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a nagyvárosban.